Köszöntöm kedves nézőinket! Vendégünk stúdiumban a Promised Land zenekar három tagja, Varga Péter, Kovács Tamás és Kovács Zoltán, akik október elején a hangfoglalás tehetségkutató, országos tehetségkutató versenyen vettek részt. Köszöntelek benneteket a stúdiumban. Köszöntünk is, kedves nézőket is. Sziasztok, köszöntöm mindenkit. Kezdjük az elején. Ti tulajdonképpen nyertetek egy versenyt itt Hajdúszoboszlón, és így juthattatok ki ebbe az országos versenyre. Meséljünk egy kicsit erről a versenyről, csak egy néhány mondatban. Így van. Ez úgy néz ki, hogy itt Hajdúszoboszlón immár negyedik alkalommal, jól lenne? Inkább hetedik talán. Immár hetedik alkalommal megrendezték a Szobrok tehetségkutatót, és akkor elindultunk ezen a versenyen, Kulcsár Béla és Berényiné Szile Ilona közbejárásával, ők mondták, hogy induljunk el. Aztán... És megnyertétek ezt a versenyt, megnyertétek ezt a versenyt. Így van, tehát ez volt a díjazása igazából. Így a fő díj az volt, hogy akkor a kéz megnyeri, az mehet. És ti október 6-án léptetek színpadra. Meséljetek erről a versenyről konkrétan, hogyan zajlott, készültetek-e előtte például, gyakoroltatok-e? Természetesen készültünk. Hát ez a próbák keretein belül készültünk, tehát úgy szokott egy zenekar általában, saját számainkat gyakoroltuk, amivel menni akartunk, és a versenyre visszatérve, tehát ez egy háromnapos rendezvény, október 4-e, 5-e és 6-a. 6-án volt megrendezve, és igazából mi az utolsó nap mentünk fel, de mind a három nap feléptek a versenyző zenekarok. És akkor egy számot kellett előadnotok? 15 percet kapott mindegyik zenekar, és párhuzamosan három színpadon zajlottak a versenyek. Így nagyon profi meg volt oldva, így, mert nem volt így időkiesés, és még az egyik zenekar előadta versenyprodukciót, addig a másik színpadon zajlottak a soundcheckek, úgyhogy... Egész ritka, szokatlan volt, hogy ennyire profi körülmények között léphettünk fel. Rövid idő alatt igen, nagyon profi hangosítás, hozzató profi remek volt a színpadon a komfort érzett, tehát igazából érezte az ember, mint a nyugati rendezvényen lenne, körülbelül úgy érezte magát az ember a színpadon. Mind a hangi és fénytechnika lehengelő volt, azt mondhatjuk. Most kérdezném azt meg, hogy milyen volt az egész hangulata, tehát ennek a rendezvénynek, mert nem csak ez a tehetségkutató zajlott, hanem tulajdonképpen egész rendezvény, vagy rendezvény sorozatnak a része volt ez a tehetségkutató verseny. Milyen volt a hangulata? De nagyon jó volt, igazából jól éreztük magunkat, ezt elmondhatom mindenki nevében. Az a lényeg, hogy itt különböző csarnokok vannak, és a csarnokokban például olyan hangszerboltoknak a standjai vannak kipakolva, tehát ott egy millió ember, millió hangszer, és akkor mindenki kipróbálta, találkoztunk régi ismerőseinkkel, és az egésznek hát végül is egy zenész számára nagyon jó hangulata van, mert zenészek veszik körül az embert, plusz ott koncertek voltak mi megtartva neves fellépőkkel, szóval igazából a hangulata az egésznek az nagyon jó. Sajnos, ha jól tudom, akkor nem sikerült helyezést elérnetek. Mégis mivel gazdagodtatok, sikeresnek értékelitek-e ezt a versenyt? Magunk részéről sikeresnek. Így van. Értékeljük. Jó cuccon játszottunk, jó közönségnek. És azért azt is tegyük hozzá, hogy úgy játszottuk el ezt a három számot, három saját számunkat, hogy azzal utólag is elégedettek vagyunk, tehát mi részünkről megtettünk mindent, úgy gondolom. Készült egy kis felvétel, meg tudunk is. És telefonfelvétel, ami... Mutatni, szerintem... de úgy jött le a színpadról, hogy mindent tőlük tehát, hogy megtettünk, nem rajtunk múlott. Aztán hát ez így alakult, itt a zsűri inkább olyan irányban volt orientált, hogy mennyire eladható az adott produkció, illetve, és akkor ez nehéz, a progresszív zene esetében ez nehéz, mert mindig milyen zsűri van. Tehát van egy adott zsűri, aki a zenei tudást nézi, plusz a művészi értékeket, és van egy zsűri, aki nyilván az eladhatóságot, ez tehetségkutatója válogatja, és most így jártunk, de nem vagyunk igazából elkeseredve, és örülünk, hogy itt lehetünk. Igen, ez mindig egy szubjektív vélemény, ami a zsűri tagságától függ elsősorban. Egyébként csak saját számokat adtatok elő? Igen, ez kritérium is volt, tehát nem lehetett átdolgozást játszani. Megvan egyébként ez a felvétel, tehát demo esetleg készült már erről, ezekről, vagy még nem csak tervezettek? Nem készült, mert most... Hát egy telefonos felvétel készült a hangfoglaláson.
És akkor a tervén között szerepel, csak most egy lemezi anyagot akarunk megírni közösen, és akkor van utána ebből, amennyit tudunk a kereteinken belül a szernét felvenni, és utána akkor ezt terjeszteni. Igen, ez lett volna a következő kérdésem, mik a jövőbeli, közelebbi és távolabbi jövőbeli terveitek, tehát ezt a lemezt összeállítani. Ez a lemez, ez mindenképpen. Koncertek, igen. Voltak-e a nyáron, illetve tervezitek-e, hogy voltak nyáron is fellépéseink, többnyire fellépések voltak, mint zenekari próbák, illetve új számok írása, hangszerelése, szövegírás, ilyenek. Mondhatjuk, hogy összeért a zenekar. Tudjátok esetleg idézni valamelyik számotokból. Nem kérem azt, hogy a kapella énekeljetek, de mondjuk akár Tomi. Mindannyian énekelünk, szóval ilyenkor szoktunk, hárman úgy osszuk fel, hogy... Nyilván persze. Vágjátok be és mutassátok. De egyébként, hogyha arra van lehetőség, a három számból valamelyiket, amennyiben lejátszana a kedves televízió majd a jövőben. Szerintem meg lehetne játszani. Meg tudunk csinálni, akkor így. Nyilván így nehéz már. És ez konkrétan a versenyről. És hogyha majd jövőben sikerül ez a hangkordozó rögzítés, akkor szívesen jövünk is ennek kapcsán is. Így van. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtatok, és további sok sikert kívánok nektek. Köszönjük. Ja, és ezúton is szeretném megköszönni a Művelődési Ház vezetőségének, hogy segítettek minket minden tekintetben. Köszönjük szépen. Plusz a Szoboszló TV-nek a lehetőség. Köszönjük. Köszönjük szépen, és további sok sikert kívánok. Köszönjük szépen. Sziasztok. A kedves nézőinknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet, további kellemes tévénézést kívánok. Viszontlátásra.